Néhány hónappal ezelőtt kezdődött a mozgalom, amit sárga mellényes mozgalomnak hívnak, mivel a résztvevők ezt a jellegzetes sárga megkülönböztető mellényt viselik. Nem meglepő módon ez az egész a social médiáról indult és onnan terjedt el futó tűzként. A pusztításnak az egyik oka és ennek az egész tüntetés sorozatnak az oka a gazdasági és társadalmi nyugtalanság, ami Franciaországban, de az egész fejlett nyugati társadalomban jelen van. Ennek az okait megbeszéltük már száz videóban legalább, úgyhogy nem fogok belemenni, de az biztos, hogy ez egy irányított folyamat, ahogyan azt már elmondtam, számos alkalommal, és ezek az emberek a rendszer ellen tüntetnek. A demokratikus intézményrendszer ellen, idézőjelbe véve demokratikus intézményrendszer ellen, amelyeket a legtöbben a siker és a gazdagság szimbólumaként értékelik. Egy új világrend van születőben a szemünk előtt, és az, ami Franciaországban történik, az ennek egy része. Bárki, aki azt gondolja, hogy a rendszert meg lehet dönteni, és aztán felépítünk egy igazságosabb, vagy egy szabadabb, vagy egy nagyszerűbb rendszert, az téved. Nehéz lenne összefoglalni azt, hogy hogyan is működik ez a rendszer, hiszen nagyon összetett. Úgyhogy azok, akik újak ehhez az egészhez, és azt gondolják, hogy a világ az valamiféle organikus szervezet, ahol az emberek szabad akaratukból cselekszenek, J'ai Axel avec moi, un gilet jaune qui est venu manifester aujourd'hui. Alors, simplement pour commencer, la tournure que prennent les événements, qu'est-ce que vous en pensez je ne sais pas ce que c'est, la tournure réelle que prend les événements, parce qu'on dit que c'est très différent en province euh, et à Paris. Euh, à Paris, en fait, il y a quelques bandes de casseurs. Aussi, j'ai croisé tout à l'heure des bandes de policiers déguisés en voyous. Donc, en fait, on ne sait pas tellement si les gens qui, euh, qui détruisent des voitures et euh, qui attaquent des, des policiers et des manifestants ne sont pas eux-mêmes des, des policiers. Donc, en fait, la tournure réelle des événements, euh, on essaye de nous la flouter. Donc, euh, je suis... Vous avez vu je suis... des policiers déguisés en... Vous, êtes... Vous avez vu ça Oui, oui, une bande de... de types vraiment de, 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 de voyous quoi les types que vous n'aimez pas croiser dans la rue qui ont remis leur brassard en passant derrière un barrage de police un flic en civil et après quand on leur dit quand on leur dit il y a des flics en civil bah non il y a pas non 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 c'est pas vrai pas de flic en civil voilà hop la preuve et voilà et voilà, voilà et ben

mint ahogyan a játékos irányítja a csapatait ezen a pályán. Felállítják az ellenfeleket, kialakítják a csoportokat, és aztán úgy tűnik mindenkinek, hogy szabad akaratából vesz részt ebben az egészben, különösen ma, amikor a social media segítségével annyira egyszerű manipulálni az embereket. Elég egy kép, egy felhívás, egy challenge, és mindenki részt akar venni ebben azt gondolván, hogy ez az ő saját nagy ötlete volt, és hogy ő ura a saját sorsána. Érdekes módon mindenki, legalábbis a legtöbben azt gondolják, hogy ami az elméjükben van, amit gondolnak a valóságról, az valóban úgy van. Sőt, szerintem a legtöbb ember meg van győződve arról, hogy arra ő rájött, hogy ő ezt kitalálta, hogy ő összerakta a világból ezt. Nem értvén, hogy pontosan úgy, Ahogyan az irányított karakterek egy játékban neki is irányítva van minden egyes lépése, és semmi, amit tesz, az ember, legalábbis a legtöbb ember, nem eredeti, nem önmagától jön. Minden egyes gondolat megvan fogalmazva helyette, hosszú évtizedek, évszázadok kitartó munkájával az elit elérte azt, hogy képesek manipulálni az ember gondolkodását, úgy, hogy közben az ember nem is tud mindenről. On s'est rencontré dans, dans un des bureaux d'à côté. Et je dirais, cet entretien, pour moi, a été euh, la révélation immédiate. On a dû rester deux heures ensemble. Euh, que ce jeune homme, euh, il était à l'époque, il devait avoir euh, très peu d'années après 30 ans, ce jeune trentenaire, avait euh, des qualités relationnelles. Euh, qui euh, tout ensemble faisait euh, une personnalité vraiment rare. En quoi son métier de banquier d'affaires peut aider Macron à être euh, efficace en politique On y apprend l'art de la négociation. On y... Ça, on apprend vraiment l'art de la négociation. On est amené aussi beaucoup, et ça c'est, j'allais dire, heureusement ou malheureusement utile en politique, à. Communiquer, c'est-à-dire à raconter des, une histoire. Euh, dans le jargon, quand on fait une opération, on construit ce qu'on appelle une equity story, qui est l'histoire qui va donner aux actionnaires envie de voter cette opération, d'acheter les titres euh, ou d'apporter leurs titres. Euh, donc on y apprend d'une certaine façon aussi des techniques de comment je de... pas de manipulation de l'opinion mais de un petit peu. Sigmund Freud un autre Edward Bernays est irta Propaganda semi müveben 1928 ban 90 évvel ez már a lehetségesé vált a tömegek kontrollálása és szervezése akaratunknak megfelelően, anélkül, hogy ők tudnának erről. Bernays egyébként a propaganda, vagy mai néven PR megalapítója volt. Ő volt az, aki lefektette ennek a tudománynak az alapjai. Akkor most már érthető, hogy miért mondom azt, hogy úgy irányítanak bennünket, mint a játékban ezeket a karaktereket, azért mert képesek kontrollálni, és szervezni a tömegeket anélkül, hogy azok tudná. Oda mennek az emberek, ahova szeretnék a világ irányítói, hogy menjenek. Azt gondolják, amit ők szeretnének. Sőt, azt érzik, amit ők szeretnének. Ez egyébként az egyik sarkalatos pontja az egésznek szerintem, hogy eluralkodott a világon az a felfogás, hogy az ember érzelmei az a valóság. Ezért olyan könnyű manipulálni az embereket. A világ irányítói et les, et les gens, ils manipuler les gens de Macron, c'est vous qui avez conseillé à David de Rothschild de le rencontrer Non, il l'avait rencontré, mais je lui ai dit il faut le prendre à tout prix. Mais pourquoi il faut le prendre à tout prix Parce qu'il était exceptionnellement charmant et intelligent. Et que ce sont les qualités d'un banquier d'affaires. Un banquier d'affaires doit être intelligent, souple, rapide, Et s'il peut être en plus charmant, parce que c'est quand même un métier de pute... Euh... euh une et il les avait Azt gondolják az emberek, hogy valamiféle nemes célért harcolnak. Hogy mindez a pusztítás valami nemes célt szolgál. Győződésem, hogy a legtöbben azt képzelik, hogy ami a fejükben van, az a valóság. Hogy igazuk van, hogy ők a jó célért harcolnak. Nem csak azok az emberek, akik most az utcán vannak, hanem mindenki más. Számomra megdöbbentő, hogy emberek azt képzelik, hogy a politika valóság, és hogy azok az emberek, akiket ők megválasztanak idézőjelbe téve, azok minket képviselnek. A legtragikusabb az egészben az, hogy valaki ebben részt vesz. Az emberek azt képzelik például, itt a cikkírója azt írja, hogy Emmanuel macron a társadalom a gazdagok elnökének tekinti, mivel úgy tűnik, hogy azoknak az érdekeit védi. Minden elnök, minden országban a gazdagok elnöke. Ez mindig is így volt, és mindig is így lesz. A háttérből irányító hatalom, és az a sötét erő, amivel együttműködnek, intelligensebb és sokkal felkészültebb erre a harcra, mint akár összesen együtt is mi lehetnénk. Ez szerintem a nagyszerű az egészben. A legnagyszerűbb az, hogy ki lehet szállni ebből az egész értelmetlen harcból, amit nem lehet megnyerni. Sajnálatos az, hogy a világ eljutott arra a szintre, hogy azt képzeli, hogy győzhet. Az, ami Párizsban történik, az része ennek a tervnek, amit ezek az emberek, akik urálják és irányítják a világot az ellenség segítségével évtizedekkel, hanem évszázadokkal ezelőtt összeállítottak. Tudván pontosan, hogy merre halad a világ, és kiszámolván azt, hogy mely lépésekre van szükség annak érdekében, hogy elérjék a céljukat. Az emberek nem tanulnak semmiből azért, mert nem figyelnek igazából a részletekre. Ugyanúgy, ahogy egy jó sakjátékos, az ellenség is előttünk jár több lépéssel, hanem több tucat lépéssel. De nem csak a saját lépéseit tudja, hanem számba veszi azokat a lehetséges opciókat, amik nekünk rendelkezésünkre állnak. Így fel tud készülni így fel tud készülni minden esetőségre. De van egy nagyobb probléma szerintem ezzel az egésszel. Ő, nekik nem kell felkészülni arra, hogy mi mit fogunk lépni. Ők kiprovokálják a lépéseinket. Az, amit ír a cikk írója, hogy Macron a gazdagok elnöke, a lépések, amelyeket ő tett elnöksége során, azok pontosan így voltak szervezve. Ugyanúgy, ahogy Donald Trump, vagy Obama, vagy Bush, vagy teljesen mindegy, bárki, aki vezet akármilyen országot, vagy szervezetet, aminek hatása van a társadalomra, az mind a része ennek a rendszernek és az ellenség irányítása alattá. Az egyetlen szerepe ezeknek, hogy a társadalmat irányítsák és szervezzék úgy, ahogyan ők akarják. Mindaz, ami történik a társadalomban, ami a hírekben látható a politikában, ez mind ennek a szervező és tervező munkának az eredménye. Semmi nem véletlen, vagy organikus, vagy a nép szervezi, vagy egy ellenállási mozgalom, ilyen nem létezik a világban. Minden, ami a szemünk előtt játszódik le ma, ez egy tervező munka eredménye, és ez mindig is így kellett, hogy legyen. Végső soron természetesen visszaítunk a teremtőhöz, aki lehetővé teszi ezeknek az alternatíváknak a megjelenését azért, mert az ember elfordult tőle. A világot tehát átengedte ennek a sötét erőnek. A fizikális világ irányítása az ellenség kezében van, ezért alakul úgy, ahogyan alakul. Ez a dolog mellesleg nem új, ez a koncepció a kezdetektől fogva fennáll. A tudatlanság az, ami lehetővé teszi. Az elbutulás. Az, hogy az emberek elkényelmesednek, és ez látható a történelem során, hogyha visszanézünk, már hogyha azokat az adatokat vesszük, amelyek eljutottak hozzánk. Az emberi társadalom folyamatosan, szépen, lassan, egyre ostobább és tudatlanabb lesz. Így a sötét erő és azok, akik őt szolgálják, egyre nagyobb teret nyernek, és egyszerűbb számukra irányítani és szervezni a társadalmat úgy, ahogyan ők akarják, anélkül, hogy mi azt tudnánk. Hogyha az emberek nem lennének tudatlanok, akkor látnák mindenhol azokat a jeleket, amelyeket oda tesznek számunkra. Itt például CNN az óriási fallosszal, amit ugye Obelisknek hívunk. Megmutatom, hogy hogyan manipulálja a média az embereket. Minden eddigi cikk kihangsúlyozta azt, hogy Macron a gazdagok elnöke, és hogy ez a tüntetés a gazdagok és a szegények közötti ellenállásról szól, ugyanúgy, ahogy a CNN is. Ez az, amiről Edward Bernays beszélt, hogy képesek irányítani és szervezni a tömegeket úgy, ahogyan ők akarják, anélkül, hogy azok tudnának erről. Ezeket a gondolatokat elültető a média az emberek fejében azáltal, hogy mindenhol elismétlik ez különböző formában. Le président des riches, c'est ce qu'on entend beaucoup, c'est ce que vous pensez Non, ce est pas vrai. Il mm. Az emberek elhiszik, hogy ők valami nemes célért harcolnak, hogy ők a szegények oldalán harcolnak a gazdagok ellen. De itt van még egy dolog. Az emberek hozzászoknak ahhoz, hogy le vannak zárva különböző területek, és hogy mindenhol fegyveresek tartózkodnak. Ez például a Diadalív Párizsban, aminek a környékét lezárták, és mostantól a katonaság felügyeli. Nem csak, hogy a rendőrség és a katonaság jelenlétéhez szoknak hozzá az emberek, hanem ahhoz is, hogy mindenhol kordon van, mindenhol pusztítás és romok. Mivel részt vesznek ebben, közben elhiszik, hogy képesek tenni valamit a rendszer ellen és lehetséges, hogy megváltoztassuk a világot önerőből. Amikor az ember szeme kinyílik és látja az igazságot, onnantól kezdve nem lehet nem észrevenni ezeket a dolgokat. Ha valaki nem így látja, ahogy mondom, az csak azért van, mert még nem jutott el erre a szintre. Én ezt, amit mondok, nem feltételezem, vagy gondolom, vagy ez az én véleményem, ez az, ami van. Én tisztában vagyok azzal, hogy ez furcsán hangozhat, hogy hogy is lehet azt mondani, hogy én tudom, hogy mi van. Elmondják nekünk, hogy mi van. Nekem nem kellett rájönni. Elmondják, mindenhol ott van, csak össze kell rakni ezeket a képeket. A teremtő az, aki megadja ehhez a bölcsességet, a tudást és az értelmet. De amikor ez megvan, onnantól kezdve össze tudjuk rakni, és ha látjuk a jeleket, akkor egyértelműen minden ugyanoda mutat. A forradalom, amiről ezek az emberek beszélnek, pontosan az, amit minden filmben bemutatnak nekünk. A régi világ leomlik, és egy új világ születik ebből. Úgy adják ezt elő nekünk, hogy mi vagyunk azok, akik ezt létre tudjuk hozni. Ezért van az, hogy minden filmben a lázadó az, aki megpróbálja megakadályozni a világ pusztítását. Azt akarják, hogy mi a lázadókkal szimpatizáljunk, és mi is azok legyünk, és harcoljunk a rendszer ellen. Mert tudják, hogy a rendszert nem lehet legyőzni. Azért, mert előttünk járnak. Ők megírták a forgatókönyvet, mi csak eljátszuk a szerepeket. Ők megcsinálták a díszetet, és az övéké a rendező. Kitalálták a szerepeket, és mindenki bele tud helyezkedni egy szerepbe. Kitalálták a csoportokat, az érdekeket, a motivációt, az érzelmeket, azt, ahogyan ezt lehet manipulálni és kialakítani, mert tudják, hogy hogyan működik az emberi elme. Ezért hát képesek befolyásolni azt, és az, amit most látunk, az ennek az eredménye. Ez a valóság, ez az igazság. Meg kell értenie mindenkinek, hogy a rendszer, az irányítói és az ellenség azt szeretné, hogy az történjen, ami most történik. Őket ez nem éri váratlanul. Nem csodálkoznak és tanácslanul ülnek az asztal körül azon gondolkodva, hogy hogy fogják megoldani ezt a problémát. Ők generálják ezeket a mozgalmakat, ezt a problémát azért, mert nekik már megvan a megoldásuk erre. Ki kell provokálni az emberekből, hogy akarják azt, amit ők már elterveztek. Különben nem lenne szabad akarat. A teremtő szabad akaratot adott mindenkinek. Azt akarja látni, hogy ki az, aki átharcolja magát a hazugságon, és hajlandó bármire az igazságért. A szabad akarat lényege az, hogy van egy választási lehetőség ezért hagyja satán vagy az ellenség működését a világban. Kíváncsi arra, hogy ki az, aki bármire hajlandó az igazságért. Ki az, aki föláldoz mindent, minden idejét, minden erejét, és a végén saját magát azért, hogy megtalálja az igazságot, és kiálljon azért, és járjon abban. Lehetővé teszi az ellenségnek és az ő csapatának, hogy manipulálják az embereket annak érdekében, hogy kiszűrje, hogy ki az, aki igazán keresi őt. Ki az, aki túl tud emelkedni a valóságon, a fizikális világon, és hajlandó bármire azért, hogy megtudja az igazságot, és aztán abban járjon. Ez egy kiválasztási folyamat. A legtöbben megpróbálnak kiütni ebből a labirintusból a saját erejükből, és ez az, amit látunk ma a világban. Ezért van káosz. Az ellenség káoszt akart? A káosz az, amiből ki lehet egy új világot alakítani gond nélkül. Ebből a labirintusból, ami az élet, nem lehet kijutni az embernek a saját erejéből. Ez a lényeg, így van kitalálva. Együtt kell működni valamelyik erővel. A teremtővel való együttműködéshez szükség van alázatra és engedelmességre. A lázadás, ami a világban történik, ma ennek az ellenkezője. Teljesen mindegy, hogy mi ellen lázad az ember. Az ellenségnek az a lényeg, hogy lázadás legyen. Felkelés, forradalom. Ugyanis az a spirituális erő, az a spirit, az a szellemiség, ami a lázadást irányítja, nem fér össze az alázattal és az engedelmességgel. Ezért mondtam, hogy a jelek mindenhol ott vannak. Ez jelképezi a fekete és a fehér, vagy az amint fent, ugyanúgy lent. Ez nem a jó és a rossz harcáról szól, ez egy harc az ember lelkéért. Az ellenség nem tud nyerni, ő ezzel tisztában van. A cél számára nem is a győzelem. A cél az, hogy minél több embert elfordítson a teremtőtől és elrejtse azt a szemünk elől. Szeretném, ha egyszer mindenki megérteni, hogy a lázadás vagy a forradalom, ami ma a világban történik, az egyenjogúságért folytatott harc, a feminizmus. Az, hogy mindenkinek megvan a maga igaza, és hogy megváltoztatjuk a rendszert, és megérdemeljük ezt, vagy azt, vagy amazt, ez alapvetően ellenkezik a teremtő. Elvárásaival és azzal a személyiséggel, azzal a karakterrel, amit ő keres. A lázadás, az alázat és az engedelmesség külön fogalmak. Nem lehet őket összekeverni. Ha összekeverjük őket, attól az még nem lesz alázat vagy engedelmesség. Az ellenségnek mindegy, hogy milyen szín jön ki a feketéből és a fehérből a teremtő nem fog elfogadni semmiféle keveredést. Ő megmondta, hogy mi az ő elvárása, és ő azt szeretné, hogyha teljesen tiszta, fehér gyolcsot hordana mindenki. Ez azonban lehetetlen, hogyha bármit is hozzá keverünk. Ugyanúgy, ahogy nem lehetséges az, hogy a vízhez tintát adunk, és a végén mégis tiszta víz legyen belőle. Teljesen mindegy, hogy mennyi tintát adunk hozzá, az ugyanúgy elrontja azt a vizet a végén és valamiféle keveredés lesz az eredménye. Az ellenség az, aki ezt a keveredést szeretné. A kezdetektől fogva ezt akarja. Erről szól az egyenjogúság, az, hogy csináljunk egy világot, ahol mindenki egyenlő, minden kultúra, minden bőrszín, nem vallási hovatartozás és minden mástól függetlenül. Én nem azt mondom, hogy nem kell elfogadnunk másokat, én csak azt mondom, hogy a teremtő nem fog elfogadni minket. Az, hogy mi mit fogadunk el, az teljesen mindegy, hogy mi az, ami a mi fejünkben van, több évtizedes programozás eredményeként, annak nincsen hatása arra, ami a játék szabály. Értse meg mindenki, teljesen mindegy, hogy én mit gondolok a kresszről vagy a sakról, annak még megvannak a szabályai. Az, hogy én szerintem mi lenne a jó, az nem számít a szabályok le vannak fektetve, anélkül, hogy engem megkérdeztek volna. És ugyanez a helyzet a világgal is. Az, hogy a legtöbb ember nem fogadja el, hogy ez így van, nem jelenti azt, hogy ez nem így van. És ezt ne felejtse el senki. Az, hogy ő nem hisz, az nem azt jelenti, hogy úgy vannak a dolgok, ahogy ő azt elképzeli. És az, ami Párizsban történik most, megmutatja azt, hogy mi a jövő. Mindenhol ez lesz. Azért, mert akik uralják és irányítják ezt a világot, azt akarják, hogy ez legyen, és az ő kezükben van az irányítás. Ezt nem lehet megváltoztatni. Mindenki, aki részt vesz a harcban, aki meg akarja menteni a világot, aki meg akarja változtatni a világot, az rossz úton jár. A világot nem lehet megmenteni, és nem lehet megváltoztatni azért, mert a világ alapvetően gonosz. Ebből az egészből ki kellene szállni mindenkinek, Megpróbálni hátra lépni és összerakni azt az információt, ami rendelkezésére áll, ami most még egyelőre ingyenesen elérhető, korlátlanul. El kellene kezdeni mindenkinek kutatni azt, hogy vajon az, amit mondok, csak egy összeesküvés elmélet, vagy őrültség, vagy van-e benne valami. És aki meg akarja tudni az igazságot, annak a végén meg fogja mutatni a teremtő, hogy mi az igazság, és mikor rájön arra, akkor fogja igazán megérteni. Hogy mennyire ostobák, primitívek és szánalmasak vagyunk valójában. Hogy milyen egyszerű minket manipulálni annak ellenére, hogy milyen sokra tartjuk magunkat. És ha az ember megtalálja magában az alázatot és az engedelmességet, akkor a teremtő meg fogja mutatni, hogy az ember nélküle egy hiába valóság. Ha azonban nem, akkor majd ez a rendszer fogja ezt bebizonyítani neki.